Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Nehezen indult a reggelünk. Elég álmosan ébredtünk, de azért tetszett a dolog. Jurek kutyát rávettük, ime. Így kell kibújni a kutyabejáron. 3 napba tellett, de a gazdáik megoldották. Aztán kimentünk persze a térre is, mind a 4-en, játszani a cimborákkal egy kicsit, ugyan ma nem sütött a nap, de az idő a kutyabundához mérten kiváló volt. Gazdáik kissé vacogtak, de ez őket egyáltalán nem érdekelte. Ma reggel nem igazán voltak nagy futkározások, viszont volt olyan kutyus is, akit még Jurek nem ismert. Íme itt van Pasa. Pasával kellett megismerkednie, szép nagy német juhász, tisztességes példány. Ez a sétánk is remekül sikerült. Nagyon jó volt kint a téren a barátokkal. Aztán mentünk haza. Még a gyógyszertárba is elmentünk. Mind a 4 kutya meg a 2 gazda. Nagyon jól viselkedtek a srácok. Úgyhogy otthon már várta őket a reggeli. Ami egyébként nagyon fontos, mint tudjátok. Tehát gyorsan megreggeliztek a fiúk. Na meg, ugye a kislány is. A sétát és a reggelit követően szépen lepihentek a srácok, mert ugye pihenni kell evés után, úgyhogy mindenki lefeküdt egy kicsit tentikélni. Ja, és hogy el ne felejtsük, Jurek mamának mielőbbi gyógyulást kívánunk, hogy Jurek nyugodtan hazamehessen. Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik!